Az az első kérdés, hogy miért pont énekesek vagytok, illetve miért pont dalszövegírók vagytok, ahelyett, hogy mondjuk basszusgitárosok vagy pékek lennétek? Valószínűleg ebben van egy ilyen szülői beleszólás is, mert hogy én ilyen egészen másodiktól kezdve kórusban énekeltem, szopránként a Jáki templomban, minden vasárnap, meg így énekkarban, és amúgy meg verseket kezdtem el írni ettől függetlenül azért, mert felbasztam magamat Petőfin általánosba egy irodalomórán, és mondtam, hogy ilyet én is tudok, és akkor mondta a tanárnőm, hogy akkor holnapra tessék szíves írni egyet, és akkor elmentem, azt akkor írtam egyet, ami kurva szar volt nyilván, de aztán így valahogy így megszerettem azt az egész dolgot. Mármint, hogy a szövegekkel való foglalkozást, meg a nyelvvel való bíbelődést kvázi. És ez a kettő tök jól összeért egy ponton. Hát, hogy énekes leszek-e valaha, az majd az idő dönti el. A szövegeket szerintem a Mega Sound System és a Kispál és a Borz közös mesdjén kell keresni. Én azt gondolom, hogy ez a kettő adott rám, úgyhogy hogy ilyesmivel szeretnék talán foglalkozni. Nyilván így 14 évesen az ember ilyen érzékeny lélekkel, mint mi, azt gondolja, hogy így kell közölni a gondolatait a világgal, hogy ilyen versekbe foglalja. Szerintetek mi az ideális állapot a szövegíráshoz? Nagyon fent lenni, vagy nagyon lent lenni? Én nem tudom, én egész életemben most vagyok először kb. Jól, úgyhogy igazából nem nagyon tudok olyan időszakról beszélni, amikor úgy amúgy jól voltam, és így írtam. Most írok először életemben, úgyhogy nem vagyok darabokba szerintem kb. Ilyenkor szokott lefelé hívelni a karrier. Ja. És amúgy tényleg. Ezért is. Már járunk pszichiáterhez, hogy milyen legálisan fogyasztható tudatmódosítók vannak még, amiket nem próbáltam. Hogy hát, nem, egyébként az a helyzet, hogy én most nem érzem azt, hogy ez egy nem inspiratív időszak. Mármint, hogy nem tudom, voltam eleget ahhoz a pusztulatban szerintem, hogy ilyen összefoglaló jellegű dolgokkal lehessen foglalkozni. Aztán az nem kell, az ilyen, hogy is mondja, hurrá optimizmust kell elfelejteni, mert azt szerintem az nem igaz. Tehát, hogy attól, hogy nem vagyok darabokban, az nem azt jelenti, hogy nem tudok beszélni arról, hogy milyen darabokban lenni. Úgyhogy ez itt inkább szerintem a kulcs. Meg egyébként nyilván ennek van egy ilyen elképzelt romantikája, hogy a költő dalszövegíró szarrá beszívva ül a Dunaparton, és így írogatja a jobbnál jobb sorait. És bár velem mondjuk ez megtörtént, de nem hinném, hogy azok a legjobb szövegeim. Legfeljebb mondják azt rá, hogy a legjobb szövegeim bizonyos emberek. De én jelen pillanatban, hogy most már egy jó ideje teljesen off voltam ezt a szart, így azt érzem, hogy újra megtanultam új szöveget írni, mint akkor, amikor teljesen totál off voltam, viszont tudok rajta most már gondolkozni, hogy mit akarok írni. Régen nem gondolkoztam rajta. És persze itt jön az, hogy a közönség ezt, vagy nem is a közönség, inkább az, aki meghallgatja, mennyire szereti azt, hogy én ezen elgondolkozom és úgy írom. Mert nyilván ez egyből egy más ízt ad neki. Régen szerencsénk volt a szavakkal, nem? Lehet ezt is mondani. Lehet. Az ember hajlamos magával elhitetni, hogy ez segít neki. Nagyon sokáig lehet ezt egy ilyen indoknak mondani. Aztán amikor így bekövetkezik az, amikor így tisztán akarsz már lenni, akkor meg az az önellentmondás, hogy egész eddig azzal magyaráztad ezt az egészet, hogy tudjál írni, aztán rájössz, hogy igazából már nem akarsz csak azért készen lenni, hogy tudjál írni, és akkor ezt valahogy meg kell oldani. És aztán megvan ennek a varázsa. Szerintem az, hogyha nagyon sokáig nem csináltad, az pont egy ilyen idegen terep, vagy egy olyan új flash tud adni, amit annó egyébként mondjuk a benarkózva való írás adott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nekem pont annyira új és izgalmas pálya most, mint amennyire mondjuk az volt, amikor először bepapírozva írtam szöveget mondjuk. Csabi, mondtad, hogy nem igazán voltak vidám témáid eddig, de mégis melyik akkor a legkevésbé szomorú vagy lenyomós dalszöveget szerinted, és mi ihlette azt? Szerintem én alapvetően nem tudom most, ezek ilyen nagy gondolatok, de hogy a világirodalomban nagyon kevés olyan mű van, ami szerintem klasszikussá vált, és alapvetően vidám. Tehát, hogy
az van, hogy vagy szatirikus tud lenni valami, amit nem vidámnak mondanék, hanem viccesnek inkább, vagy valami drámainak. És szerintem vannak vicces dalszövegeink, amik mondjuk az ilyen Fakard, meg a Paulina, meg a Paula, meg ezek, de azok igazából ezek olyan állapotban is íródtak egyébként. Hogy ez volt a kérdés? Igen, és majd akkor a legnyomasztóbbat is megkérdezem, de neked a legvidámabb, vagy legemelkedettebb állapotban készült szöveg? Oh, baszki. Hát van egy elég egyértelmű szöveg, vagyis dal, aminek az a cím, hogy Boldogság. Az viszonylag arról szól, ami a címe. De tehát, hogy nyilván, tehát, hogy a boldogságot éppen azért, mert maga a boldogság annyira egy ilyen rövid ideig, tehát hogy azt az igazi boldogságot, amit tényleg rövid ideig érzel, akár csak pillanatokra is, akkor nem tudsz úgy tölteni, hogy írsz éppen. De mondjuk, amikor felidézed, és így körbejárod, akkor nagyjából ez egy tejdal. És akkor ennek a szerintem zeneisége is, meg a szövege is nagyjából így... És azt tudjuk, hogy mi váltotta ki? Tessék? Tudjuk, hogy mi váltotta ki? A boldogságot? Aha. Egyébként igen, szerintem a feleségem mindenképpen, a feleségem által teljesen új szín érkezése az életemben, az mindenképpen. Tehát, hogy nekem az egy hatalmas ilyen váltás volt, vagy egy ilyen switch volt, ami hát egyrészt, hogy segített is egészségessé válni, meg segített visszatalálni ahhoz a korai örömhöz, hogy például egy ilyen szöveget ki tudjak engedni egyáltalán, nem csak egyáltalán a nagy közönség felé, hanem a saját szűrőimen is át tudjak engedni, hogy boldogság érted, tehát ilyen fasságot egyébként. Meg most már jól is nézel ki. Köszönöm szépen. Csabi, neked akkor mi volt a legnyomasztóbb, vagy melyik volt az a szöveg, amit úgy írtál, hogy leginkább lent voltál? Hát az én címűt, azt a Covid alatt írtam, ilyen 4-5 nap ébrenlét után a padlón, és arra nagyon emlékszem, hogy ezt úgy is vettük fel kb., hogy a Tomika most nincs itt, így tolta a mikrofont így a szám elé, amikor még csorgott a nyálom, hogy akkor azt így most föl kéne demozni, mert én fordítva fogtam a mikrofont éppen már akkor. És az volt egy ilyen nyomasztó pillanat, meg a kartól az egész, mert az meg édesapám halála miatt az egy tényleg az egy olyan nyomasztó pillanat volt, aminek nincs köze egyébként az ilyen lecsúszáshoz, hanem az egy ilyen őszintén, az egy őszintén sötét dolog, egy gyász, és az nagyon ilyen szempontból nehéz is volt azzal foglalkozni, hogy ott azért örlődés volt egyáltalán, hogy tudok-e foglalkozni ezzel a témával, viszont az volt a helyzet, hogy nem tudtam semmi mással, úgyhogy be kellett látnom, hogy ezt ott meg kell azt írni. És az a zenekarnak is egyébként egy elég súlyos időszak volt, válságos ilyen szempontból, mármint, hogy annak el kell készülni annak a dalnak, és akkor az meg kell írni a szöveget, és akkor én azt akartam, hogy ne erről szóljon, mert hogy nem bírok róla beszélni, de közben meg semmi másról nem tudott szólni, és akkor az egy ilyen, ja, az ilyen szempontból, azt nem tudom, hogy mennyire nyomasztó kifele, én remélem inkább, hogy szép. Én amúgy is a boldogságról is kicsit azt gondolom, hogy ez nem egy egyértelműen pozitív előjelű valami, hanem az egy fejleszthető képesség, ami inkább az elégedettséggel szinoníma, és számomra az örömérzet az, amit sokan kevernek a boldogsággal, ami pillanatnyi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet az ember úgy boldog, hogy nem örül 0-24. És egyébként segített a feldolgozásban? Abszolút, meg a színpadra állás az volt még egy ilyen brutális szembesülés. Talán a gyászban a temetés, meg így meg utána rá egy hétre. Hogy ezt el kell énekelned? Hát, hogy oda fel kell menni. Hogy ez ráadásul egy hétre rá. Yeah. És akkor ott az volt, hogy ott én őszintén elmondtam a zenekarnak, vagy az embereknek, hogy ez történt, úgyhogy valószínűleg a koncert felén bőgni fogok, de le kell hozni, mert hogy nincs más. Ez nem olyan, hogy nem mész fel azért. Fel kell menni mindig. Én csak akkor nem megyek fel a színpadra, hogyha konkrétan fizikailag mondjuk az hangszálaim tropán vannak, mint egyébként most is egy kicsit még. Amúgy pedig még nem volt olyan állapot, amivel tudtam magamat úgy megütni, hogy ne menjek föl, vagy pedig próbálkoztam vele, Isten lássa lelkemet, de mindig lehoztam valahogy, úgyhogy... Ja. Elküldtünk nektek egy-egy verszakot, így a másiktól, és ezt kellene értelmeznetek. Bálint, felolvasod az Elefánt dalszöveget? A szemem eltakarom, beugrom a kútba. Mélyen alászállok, a szél a szemem fújja. Sebb nyílik a bordán, matatok a zsebbe. Maszatolok egy kis mocskot a sebembe.
És ez miről szólhat szerinted, Tomi? És akkor majd Csabi megerősíti, vagy nem, erről nem akarok beszélni, hogy miről szólhat szerintem. Azt tudom elmondani, hogy mit okozott nekem. Nagyon rossz érzést. Helyes. Igen, gondoltam, hogy ez egy megfelelő válasz. Ezt akkor kifejtem. Szóval, hogy van, tehát, hogy most, bocsánat, prózázom. Tehát, hogy befogom a szemem és beugrom egy kútba. Ez konkrétan... Konkrétan rá tudom húzni egy ilyen 8-10 évre az életemben, amikor átlag heti mondjuk 3-szor aludtam, és nem mindig a rezsire költöttem azt a pénzt, ami a rezsire volt félretéve, és lementem, hogy most már tényleg kidobtam azt az adag utolsó spurit, és másnap a lenti ház előtt lévő kukában kutattam reggel, hogy milyen színű is volt az az acskó, amit kidobtam. Rózsaszín, rózsaszín kukás zsák, és annak utána még ettem valamit, úgyhogy ott lesz alatta, és megvolt. Gyermekkori karácsonyok. De azért akkor azért kicsit azért örültél, nem? Az meg, na az a boldogság. Egy nagyon kifordított, nagyon brutál idézőjelbe tett, de kémiailag mindenképpen valós és valid örömérzetet adó dolog, hogy azt hitted, hogy kidobtad az utolsó adag spuridat, és tényleg úgy volt ész, vagy este, hogy letetted a cuccot örök életre, és másnap reggel, amikor nyilván nem tudtad végigaludni az éjszakát, mész le, és így szépen ilyen akkurátus homeless módon bebújsz a izébe, nyitod ki a nagy konténert is bújsz be, és akkor, ja, ez az enyém, oké, ott van az ebédem. Ez a szomszéd Marinini, ez nem az. Na, én előre gondoltam, hogy nem adtam meg az esélyt, amikor ilyet csináltam, akkor mindig kibasztam az esőbe, vagy lehúztam a WC-n, vagy valami ilyesmi, szóval nem voltunk gondolkodni idő. De nem, ez egyébként, tehát nyilván ebben is benne van a gondolat, hiszen valahol biztos vagyok benne, hogy tudtam, hogy ez meg fog történni. Én meg úgy voltam vele, hogy biztos voltam, hogy meg fog történni, hogy nem adok esélyt magamnak abban az egy pillanatban legalább. Ja, hát... Úgyhogy ez az élmény jutott eszembe konkrétan. És mit szólsz, Csabi, hogy ilyen érzéseket váltott ki a dalszöveged? Nagyon örülök. Már csak azért is, mert ez a dalszöveg... Én általában ilyen viszonylag tudatosan kitalálom a témát, és akkor azt megírom. És ez ugye ebben az a refrén, hogy én vagyok az ördög, itt az egész dalnak van egy ilyen kifutása. És pontosan, ezt nem olvasta tovább a Bálint, pedig ez volt a lényege. Hogy az ilyen pokolba való alászállásnak egy ilyen monumentuma ez. Méghozzá egy olyan pokol, amit egyébként te csináltál. Nem? Abszolút. Tehát a legtöbb poklot azért magunknak csináljuk. Jogos. Hú, ez ilyen nagyon koeló volt, bazd meg. Meg akkor lehet, hogy ez is egy picit ilyen kapcsolódási pont, ahogy így összeértek itt a nagyon dolgok. Tűnik, bár azért... Nagyon véletlen lehetett ez. Én nagyon örülök, hogy nem mondjuk 10 évvel ezelőtt kapcsolódtunk így. Mert akkor még mindig a toj-tojban lennénk. Igen, meg lenne a számod. És néznék egymás szívószálait. És együtt siratnánk a műanyag szívószál kivezetését. Ami szerintem egy nagy érvágás sok embernek. Mennyivel jobb így, igaz? Akkor én most felolvasok egy nagy úr... Furcsa, hogy ezt mi mondjuk, de jó. ...szövegrészletet a Szom című számból, és akkor te mondd el, hogy milyen érzéseket kelt benned. Ég a város, ég a ház is, égek én, ég az öntudatlan jobb agyféltekém, ég Borsod, ég a Moszkvatér, de csak szomjatoltok, a világ úgyis ég. Hát valami elég hasonló lehet szerintem a háttérben egyébként, más szemszögből megfogva. Ez a két dolog jutott eszembe, amikor olvastam, az egyik az a csigabiga gyereki, amit félreértelmeznek, és abban az ég a házad idekibe van egy olyan, hogy ugye az ég a házad ideki már, mint az ég, ami feletted van, és abban van egy ilyen pozitív utalás. Utána jártam, és ez egy fasság, mert igazából szeretnénk azt hinni, hogy van ebben egy ilyen fordulat, és hogy valójában a csigabigát azért hívjuk ki, hogy lássa a felhőt meg, de nem, igazából tényleg ég a háza, mert aztán igazából tovább olvassuk. Tehát szóval. Lángokban áll. Igen, és ez volt az egyik, ami eszembe jutott, a másik, mert nyilván a költői énnek a lemondása arról, hogy bármit is tegyen, mert már igazából oké, hogy tudja, hogy baj van, de valójában még mindig egyszerűbb ezt az egészet tompítani, vagy csak egyetlen nem foglalkozni vele, vagy úgy is van vele, ahogy én is sokszor voltam, hogy ez nem az én problémám, ugye van kétfajta probléma, az egyik a tiéd, a másik meg az enyém, és ez most pont nem az enyém. Ez mennyire egyezik a te érzéseiddel ezzel kapcsolatban?
Én képzeld, én nem tudtam, hogy ezt adják neked feladatnak, vagy ilyen házinak, de nekem eszembe iszonyúan megfogott engem a 444-888 című számod. És itt a Borsod és a Moszkva tér reláció pontosan ezt jelenti benne. Az megfordult a fel, meg eleve a jobb agyféltek, vagy bal agyfélteke volt? Az jobb agyfélteke. Jobb agyféltek, hogy az mennyire tudatos, hogy ami a jobb agyfélteke, amivel foglalkozik, már mondja egyébként így az emberi agy, vagy neurológia, vagy az a tudatos gondolkodás. De nem tudom, hogy melyik, mert mindig keverem a kettőt, az egyik a mozgás, vagy ez a mozgás, de akkor ezek szerint, már mint ilyen szempontból nem volt tudatos, hogy nem azért van, mert mondjuk az agy, a mozgási, az ember mozgás központja a jobb agyféltekei, és akkor a tehetetlenség, mint olyan, ez eszembe jutott egyébként, csak nem akartam ennyire ilyen Nem, érdekes módon tényleg ez ilyen szociálisan, tehát hogy a Moszkva tér és a Borsod kép az ebben az esetben abszolút tudatos, szociális, szociális... A felső 10 000 meg az alsó 100 igen, millió. Igen, pontosan, vagy hát, hogy úgy mondjuk a belpesti értelmiség, még hogyha Moszkva térről beszélünk is, meg a vidéki Magyarország, ugye, ami a két ilyen szitok szó, ugye, és ezért jutott eszembe egyből a 444-888 dalod. És tehát, hogy pontosan ez a szétválás, hogy mind a kettő igaziból... Bekaphatja a faszunkat. Hát nem, hanem hogy jár egy olyan utat, nem kell, hogy bekapja a faszomat, csak hogy jár egy olyan utat, ami remélhetőleg nem az enyém. A sikert, azt miben méritek, egyáltalán fontos-e nektek, és mi ez? A siker? Erre a sikertelen zenészek, mint én, azt szokták mondani, hogy a siker nem a pénz. Dehogy nem. És nem. Meg nem a nézőszem, meg nem a like szem, meg nem a dupla A38-os sold out, hanem tudod mi? Az aréna sold out. A sok pénz. Vágom. De és akkor neked mi? Tehát nyilván nem ezekben gondoltam, hogy méred a dolgot. Nem fogadhatom el. De gondolom, hogy valamilyen szinten fontos. Köszönöm ez neked szépen. Mégis. Hogyha nem is dollárokban mérjük ezt. Most ez tényleg nagyon koelhósan fog hangzani, de baszki, szerintem az siker nekem, hogy túléltem a 2008-14-es időszakot. Ezt tapsoljuk meg. Köszönöm szépen. És ráadásul, bár ez személyiség, lehet, hogy ezt nem is kéne mondanom, de nem úgy, mint tehát, hogy nem úgy, mint egyes rockstárok. És ez például siker, de hogyha most nyilván a klasszikus sikerről beszélünk, amit az ember olvas a Zendoni Kidis könyvében, meg akár kicsiben a Lovasi könyvében, vagy majd a Csabi könyvében, hogyha majd megírja nem sokára, akkor nyilván engem ez elkerül, szóval, hogy így én nem tudom, egyébként bárkinek tűnt az ilyen legsikeresebb időszaka is valódi sikernek, de elárulom, hogy egy percet sem éltem meg belőle, úgyhogy nem tudok a sikerről úgy beszélni, hogy klasszikus értelemben mit jelent az, hogy egy zenekar sikeres. Hogyha ez volt a kérdés. Hát ez is volt, de illetve hogy mondjuk akkor neked mi az, ami a sikerességedet mutatja, vagy akkor mondjuk úgy, hogy ami elégedetté tesz, vagy... Ez egy másik kérdés. Nagyon elégedetté tesz ez a pillanat most. Jó, jó, jó érzés így, mit tudom én, erről beszélgetni. Jó érzés, hogy bárkit ez érdekel. Nyilván. Igen, ez egyébként egy őszinte mérőszáma a sikernek, szerintem, amikor megkérdezik a véleményed a sikerről, akkor az már valami. Igen. Kérdezik meg akárkitől. Mármint, hogy megkérdezhetik akárkitől egyébként, de hogy nekünk azért, érted, nem véletlenül vagyunk itt. Ahogy a pénz. Jó, nyilván, tehát, hogy ilyenkor mindig az jut eszembe, hogyha őt megkérdeznéd a sikerről, akkor ő mit mondana rá? Tehát ő tudná még fokozni azt, hogy hát igen, van sikerem, de még ez azért nem elég. Érted? Nem is. Nekem az a siker, hogy csak azt csinálom, amit akarok igazából. Mármint, hogy csak olyan dolgokkal foglalkozom most már, amiket szeretek, és mindegyik projektem
ami nyilván egyik másik nélkül nem elképzelhető, de mindegyik sikeres annyira, hogy reggel, amikor felkelek, általában az esetek 99%-ában nem kell olyan dolgot csinálnom, amihez nincs kedvem. És az, hogy ez most mennyi ember és figyelem és pénzzel jár, igazából nyilván kell a pénz ahhoz, hogy ezt az érzést érezhessem, hogy nem kell más csinálnom, de azért csináltam elég szar dolgot is életemben, és hogyha újra kéne csinálnom, vagy újra kell majd csinálnom, se fogok kétségbe esni, mert nem gondolom azt, hogy ez az egyetlen szempont, egyáltalán nem nyilván irónia az az egész pénztéma, amit azért én ipari szinten tolok az Instagramon, meg így nem tudom, de nyilván viccből, vagyis hát nekem nyilván örülök, hogy nem mindenkinek, mert azért, ha az ember gyűlölik, az kicsit néha jó érzés. Az egy mérőszáma a sikernek, hozzáfűzöm. Ez egy mérőszáma a sikernek, amikor tudod, hogy közel annyian utálnak szerintem, mint amennyien szeretnek, mert az azt jelenti, hogy foglalkoznak veled az emberek. És nekem ez például egy fontos dolog, hogy ne velem foglalkozzanak, hanem azok a dolgok, amiket én közvetítek, az elgondolkoztassa az embereket így vagy úgy. És az, hogy ez pozitív vagy negatív, ez kicsit én döntöm el szerintem. Lehetnék egy olyan arc, aki csak szeretni lehet, de hát egyrészt nem akarok, másrészt meg... Mit gondoltok, hogy mi az egészséges szintje annak, amennyire ismer benneteket a közönség, mint szemét a szövegeitek, vagy a zenekaraitok által? Az elképzelhetetlen számomra, hogy egy ilyen celeb jellegű életet éljek, hogy akkor most így kirakjak olyan dolgot az Instagramra, hogy mit csinálok a civil életemben. Mert hogy egyébként ez nem annyira érdekes, hogy bárkit érdekeljen, vagy nem tudnám úgy felpimpelni, hogy ez bárkinek érdekes legyen. Aki kivétel annak, aki szereti a kertészkedést, meg a kerti munkákat, amik fárasztóak egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyjából ez így egészséges, hogy ami azt gondolom, hogy érdekelheti az embereket velem kapcsolatban, azzal így nagyjából őszinte vagyok. Én ennek az ellenkezője vagyok amúgy pont. Igen. Tehát én viszont, én eleve egy ilyen történetmesélő alkat vagyok szerintem, és én meg szeretek, egyrészt az én Instagram oldalamon, aki követi, az tudja, hogy ilyen karakterek vannak, ilyen érák, hogy a Szendrői most kárból, és akkor most 3 héten keresztül arról szólnak a posztok, hogy melyek a babakékkel baszhatom végig az egész országon. És az a helyzet, hogy amúgy ez tényleg megtörténik, szóval nem azért van, mert hogy ez a kárboly, tudod, akik így fotózkodnak a kocsijukkal, meg ja, és vett most egy 25 éves kabriót, amúgy geci szép, de minden, de befolyik hátul a víz, meg mit tudom én, de hogy én ebből olyan sztorit csinálok, hogy az emberek ezt tényleg így elkezdenek azonosulni vele. Ez az, amire mondom, hogy az emberek ezt meg elkezd utálni ezért, mert nem értik, hogy amúgy ez egy irónia, meg nyilván ennek az egész világnak egy kicsit a kiforgatása, de én közben személyiséget váltok, és abban a 2-3 hétben, 1-2 hónapban én kicsit azzá válok, és így élvezem tényleg, szóval, hogy így, én ezt szeretem, és egyrészt az én saját privát Insta oldalam az egy mém oldal. Tehát, hogy mit tudom én, van 15 ezer követőm, abból mit tudom én, szerintem 5 ezer már van, akinek fogalma sincs arról, hogy egyébként nekem van egy zenekarom, vagy mit tudom én. Egy részének nincs fogalma arról, hogy én egyébként mit tudom én, a 3. verses kötetemet írom, vagy egy részének fogalma nincs arról, hogy egyébként úgy amúgy mit csinálok, csak azt látja, hogy ez a csávó, ez hülye. És ez nagyon közel van az igazsághoz. Tehát akkor neked ez a social jelenlét az nem egy szükségszerű trendkövetés, hanem akkor... Nem, engem az kurvára szórakoztat. De mi visz rá? Mármint, hogy... Én ezt szeretem csinálni. De hogy ez ugye plusz energiába kerül. Mármint nekem legalábbis nagyon sok plusz energiába telne az, hogy bazdmeg éppen most történik valami velem, úgyhogy akkor gyorsan rögzítsem, és ezt utána közöljem. Ez munka. Tehát amikor csinálok egy olyan sorozatot a BMW-ről, amikor utazom le Pécsre, ami eleve már csak azért 5,5 óra, mert hogy nem vagyok hajlandó felmenni az autópályára, és csinálok 40 darab képet az autóról oldalról, ahhoz minden egyes alkalommal kiszállok a kocsiból, átmegyek az út másik oldalára, elbasz a kamion majdnem, megcsinálom a viszonyok, és akkor megvan, de ez megint egy olyan dolog, amit én élvezek, tehát hogy szórakoztat az, hogy most ez pont... Tehát maga a cselekedet szórakoztat. Abszolút, meg az, hogy tudom, hogy ez egy sztori. Hogy sokan írták, meg így kommentelik, meg küldik, hogy igazából én egy sorozatba élek, hogy egy kicsit tényleg amúgy megélem azt, amit mások,
És ez nekem szerintem kicsit így feladatom, mert Magyarországon eleve szégyellik valaki. Az emberek szégyellik, hogyha boldogok, és így olyan dolgokat csinálnak, amiket élveznek, és így tudod, így hamarabb sírsz az ilyen social media felületeken, és írod ki azt, hogy szakított ré, főleg az ilyen tiniknél ez egy jellemző, meg egy 20 éves korig, hogy ennek így, ezt így szóvá teszed, de az, hogy amúgy te így jól érzed magadat, észszerű kereteken belül, meg nem tudom, azt nincsen kultúrája Magyarországon annak, hogy így tehetsz dolgokat, amik jók. Ez valószínűleg generációs különbség. El sem tudom képzelni, hogy amikor éppen jól érzem magam, arra gondoljak, hogy úristen, ezt gyorsan le kell rögzítenem, hogy akármilyen céllal, akár... Jó, de én már eleve úgy megyek jól érezni magamat, hogy azt rögzítsem majd. Tehát, hogy... Pont, hogy nem értem erre, ezt mondom. Tehát, hogy így... De nem is kell, hogy értsd, ez olyan, mint hogy valaki dokumentumfilmes, vagy játékfilmes, érted, hogy a dokumentumfilmes, hogy nem akar játékfilmet rendezni, én így gondolok a saját Insta oldalamra, hogy az egyrészt arról szól, hogy az életemnek azon részeit, amit én egyébként meg akarok mutatni egyébként, ami nyilván nem a magánéletem, arról azt én eleve már úgy kezelem, hogy én azt azért csinálom, mert hogy én azt dokumentálni akarom majd. Tehát, hogy abból legyen egy történet. És azt, hogy közben meg tudom élni úgy, hogy az egyébként tényleg benne vagyok, és jól érzem magam, az meg gyakorolni kell. Nem kell ezzel mármint, hogy úgy értem, hogy azt is megértem, akinek ez teher. Mert hogy egyébként ez tényleg, nem jön magától, ez meg. Még csak nem is ez a kérdés, hanem azt, hogy el sem tudom képzelni, tudod? Tehát, hogy ilyen sem tudom képzelni. Nem tudom beleélni magam, mint például bele tudom élni magam a hipertér ugrásba, bár nyilván nagyon nehezen, de bele tudom élni magam, de ebbe az meg egyáltalán nem, mert így felfoghatatlan, de közben nyilván bizonyos része meg irigyli. Szerintem azt ugorhatjuk is, mert azt kiveséztük, ez a mulatozás, a drogok, egészséges élet, de bár azért egy-két kérdés azért még itt felmerül. Kimályoztuk. Szerintem igen. De mikor keltek? És mikor keltetek akkor, amikor még aktívan tudatmódosítottatok? Hogy nézett ki egy napi rutin akkor? És most? Nem napi rutinról, hanem heti rutinról beszélhetünk szerintem. Nem emlékszem a kelés élményére. 2010-es évekre nem emlékszünk szerintem, én legalábbis 2010-20-ig. De tényleg, szóval a maga a felkelés, meg az elalvás élmény az egy ilyen megfoghatatlan valamivé vált, egy ilyen elmosódott határá vált. De tényleg, sajnos, hogyha valaki éppen próbálkozik a spurifű kombóval, akkor nem ajánlom. Vagy hát ajánlom. Szóval, amennyit elvesz, annyit ad, de mondjuk annyit el is vesz. Mondjuk ad is. Igen. És tehát az a helyzet ezzel a dologgal, hogy... Szerintem erre nincs NK-as pénz azért erre a mai beszélgetésre, nem? Mert hogyha van, akkor nincs, csak erre szólok. Erre majd külön ki fogunk térni erre a részére. Összedobjuk. Gondoltuk, hogy ebből összevemünk egy videót, és az a pályáznánk, hát ha összejön. Szerintem menni fog. Mehet. Valóban röhögünk rajta, úgyhogy valaki, aki ennek az útnak még csak az elején áll, sokkal jobb, hogyha most visszatér, mint hogyha ezt így azt gondolja, hogy ugyanezt az utat fogja bejárni, mert szerintem mind a ketten éppen a szerencsés 3%-ba esünk a Csabival. Meg az is a szerencsénk, legalábbis én azt gondolom, hogy nekünk azért voltak előttünk olyanok, akik erre rábasztak csúnyán, és ez egy ilyen példa arra, hogy hol van az a pont. Meg így nagyon oda kell figyelni az embernek szerintem, hogy mikor csinálja még azért ezeket a dolgokat, mert ad, és mikor, amiről beszéltünk ugye húgyozás közben, hogy már igazából jó idén már csak azért csináltuk, mert rutinná vált. Igen. És azért nagy szerencsénk van, vagy legalábbis, hogy mi nem csúsztunk bele az olyan fizikai függőséget okozó drogokba, amikről konkrétan nehéz fizikailag lejönni. Hogy így mentálisan kötődsz hozzájuk, meg így rutinná válik, meg faszom tudja, nem? A fű is új kopott ki, az már egyébként már hosszú évekkel ezelőtt kikopott, hogy így már csak az volt, hogy mindig szorongtam tőle, és akkor észrevettem, hogy már az volt, mert kialakult egy ilyen kognitív diszonancia, hogy ahogy már így a spangré nyúltam, azt éreztem, hogy igazából mindjárt befeszülök ettől. A spuri az meg olyan, hogy így, attól meg így, nem tudom, az meg így egyszerűen annyi időt elbasztam vele, haszontalanul, miközben hasznosnak tűnt, hogy az meg már egy idő után az van, hogy igazából az elvett idő az, amit nem adhat vissza semmi, mert fizikailag helyre tudod magadat hozni kb., meg még hogyha időbe csinálod meg azért, tehát hogy mit tudom én, az amfetamin származékokat egyébként azokkal kezelik a hiperaktívokat, meg ami egyébként mondjuk én is vagyok, meg a túlmozgásosokat, meg a figyelemzavarosokat. Tehát van ennek egy olyan biokémiai funkciója is, ami én erről miért nem tudtam?
Utólag beszélünk erről. Na szóval, hogy vannak ezeknek ilyen részei is, ami segíteni tud bizonyos személyiségeknek. Az a baj, hogy mivel hogy ennyire intolerancia van a magyar közvélekedés, meg gondolkodás, meg oktatásban ezzel az egész, hogy így elutasítjuk és így behelyezzük abba, hogy ez undorító és faszont, hogy az emberek nem tudják, hogy egy csomó személyiség az miért fogékony ezekre a dolgokra eleve. És akarva, akaratlanul, hogyha egyszer találkozom mondjuk az amfetaminnal, akkor ez egy ilyen szorongás oldó dolog is, sőt, én kurva koncentrált leszek, tehát én soha nem drogoztam buliba. Én olyan vagyok, aki, amikor én 12 órán keresztül írtam, vagy nem tudom, tehát hogy így... Igen, az meg ugyanez. Ja, igen. És azt hiszem, hogy figyelemzavaros vagy hiperaktív. Amikor egyedül spurizol. Egyébként így szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy hivatalossá tegyem azt a... Vagy a saját véleményemet próbáljam hivatalossá tenni, hogy olyan nincs, hogy a fű az nem tesz függővé. Jó? Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy csak így füvezget, és akkor abból nem lesz semmi gond, azt felejts el. Ja, hát az egésznek a hogy is mondjam, a természetszerűsége az, ami ebben szerintem a legveszélyesebb, hogy az egy ilyen kicsit elfogadott dolog. A hétköznapi bevállása. Igen, és aztán egyszer csak ott vagy, mint én 30x évesen, és még pontosan. Mindig tudod. És aztán meg nem érted, hogy miért. Lemegyek a boltba, mert kéne egy kis kenyér, úgyhogy tekerek egy cigit, aztán gyal. Ja. Akkor reméljük, hogy mégiscsak megjön ez az NK a pénz itt a műsor végére. Következő témakörünk a turnézás. Bálint kedvenc része egy turnéban az, amikor a buszban tartózkodik, főleg visszafelé menet. Igen, ez így van. Nálatok hogy néz ki a buszban az élet? Mit szoktatok énekelni arrafelé és visszafelé? Mi belgáltad a benzinkutat mostanában mindig. Ez nagyon nagy. Ez mindig jó flash. Egyébként pont a benzinkút szerintem egy olyan dolog, ami alapvetően egy zenésznek így meghozza a kedvét, hogy úristen, sosem gondoltam volna arra, hogy a belga az 1-2 H után is tud még valamit mutatni számomra. És akkor kijön a benzinkút, egy pár évvel ezelőtt. Az 1-2 H-t is szoktuk hallgatni, pont felváltva a lúpon. Még már régen ültem úgy turnébuszban, hogy így rendesen turnébuszban, mert hogy nem turnézok. A visszafelé út a turnébuszban a pokolnak egy bizonyos bugyra szerintem. Hogyha esetleg valaki turné. Fiatal még, és vágyik a magyarországi turné életre, meg bármilyen fajta turné életre. Szerintem... Keci kényelmes busz szerezzetek minél hamarabb, minden pénzeteket arra tegyétek fel. Igen, a szembefordított üléses Mercedes kisbuszok egyébként jók. Az összes többi az... Összehozza a csapatot. Igen, de az tény, hogy a zenekarok 80%-a szerintem turnébuszban visszafelé vidékről oszlik fel. Na, ezt nem tudtam. Az értő közönség. Nálatok ez milyen, Csabi? Hát nálunk abban annyi van összetett, hogy nálunk azért szétoszlik a csapat a józanokra és a nem. Én természetesen ugye az utóbbiakba tartozom. Hát nagyon szetés setting kérdése ez a visszafele út amúgy. Melyik részét mondjam, a belülről kívülre lehányt buszt, vagy a belülről egymás tarkójára hányást? Vagy amikor a Majkával találkozol a benzinkúton hazafelé. Egyébként igen, nagyon random arcokkal lehet összefutni, és általában 90%-ok zenész ilyenkor hajnali 3-kor benzinkút. Hogyha valakit jó, ha úgy bemész egy benzinkút, és látod, hogy valaki jól érzi magát hajnali 3-kor, az 97% hogy egy másik jól zenész. Érzi magát, és a pornós magazinok között válogat. Igen, vagy 40 ezerért vettünk múltkor a turnézáron ilyen sátokat, tudod, ilyen kb. 7 decinnyi rövid alkoholt vettünk, ilyen végtelen mennyiségű pénzzel, és úgy éreztük, hogy nekünk ez jár. Aztán és jár. Persze, hogy járt amúgy. Ja, és akkor az utolsó utáni embert felhívni még, hogy van-e bármi bárhol, meg hogy oda lehet-e hozni, ahova érkezünk, vagy ha mi menjünk oda, és akkor ledumálni a buszsofőrrel, úgyhogy amúgy vigyél oda Riki, úgyhogy mások alszanak, és hogy nem nagyon kéne észrevennünk, hogy amúgy még tettünk egy kört a városba. És akkor ennek mindenféle mutációja. Meg plusz azzal még így dílelsz magadban, hogy most akkor segíts a pakolásban, vagy ne. Nem, már ezzel nem dílelek. Ja, te már nem dílelsz. Na, látjátok? Például visszatérve a
siker kérdésére, amikor már nem kell dílelned azzal, baszki, hogy fel kell pakolnod a Marshall ledet a harmadik emelet. Egyébként a kérdésre is a válasz, hogy miért lettem énekes, azért erősen motivált, hogy az eszközöknek a... Ugye? Ez a mikrofon. Ez nulla. Jó, hát körülbelül erre a válaszra számítottam, és volt-e már olyan, hogy nem volt kedvetek elindulni, és ilyenkor mit is lehet tenni? Hány szó volt, hogy volt? Vagy hogy fellépni egyáltalán nem volt kedv. Egyébként bazzai, pontosan az evés közben jön meg az étvágy. De tényleg, tehát, hogy szerintem kevesebb az a koncert, amikor az ember úgy van a koncert előtti, mondjuk otthonról, akár budapesti, akár vidéki, tehát akár hosszú út, akár rövid út, tök mindegy, hogy úgy ébred fel, és úgy készül az egész napra, hogy úristen, most egy olyan fogok énekelni, hogy lehozom a csillagokat az égről, aztán utána visszaviszem. Tehát, amúgy szerintem ezt lehet, de ezt csak a józanok csinálják, és azok olyan gyanúsak. Vannak ilyen józan zenészek, a teljesen józanok, és így szerintem az egy kaszt, és így nem is nagyon lehet velük egy kaszba kerülni. Én azt figyeltem meg, hogy... Úgy érted, hogy nem akarsz velük egy kaszba kerülni. Hát de én nagyon szeretnék, mert kíváncsi vagyok rájuk, csak olyan távolnak tűnnek, hogy így... Nem, amúgy egyébként most, hogy én most kezdtem el, most nálam vannak már ilyen koncertek, hogy így vágyom rá. Még akkor is, hogyha gyűlölök izgulni, és mindig izgulok, meg lámpalázom van. Én nem, erre nem számítottam erre a válaszra, őszintén megmondom. Ugyanez. A lámpaláz az egy egyre nehezebb dolog. Undorító dolog, az meg, és egyébként ezért drogozunk, amúgy miattatok drogozunk. Is. Ha nem járnátok ennyi ilyen elefánt koncertre, akkor egy egészséges ember ülne ja, mellette. Nézzetek rám. Miattatok sírunk. Oké, legyen az a záró kérdésünk, hogy miről fognak emlékezni rátok 200 év múlva. Kik? Majdnem azt mondom, hogy majdnem az igazat mondtam, hogy semmiről. Hát ha szerencsém van, akkor a szövegeimről. Ha nincs szerencsém, akkor még előttem van egy olyan fajta brutális esemény, amit végrehajtok, ami olyan módon befolyásolja a történelmet, ami globálisan megváltoztatja az egészet. És ez 200 év múlva is hatással lesz. Fogalmam nincs, tehát nincs bennem ilyen akarat, de lehet, hogy véletlenszerűen megtörténik. Ez a rosszabb eset. Mondom, a jó eset pedig a közelítő távolítóról. Elég para ez, amúgy nem kell rákérdezni. Ezt majd visszanézzük 200 év múlva, és akkor megnézzük, hogy bejött-e. Csabi? Ugyancsak azt mondom, hogy ez egy hülye kérdés, fogalmam sincs, hogy mi az, amire emlékezni fognak. Most mondhatnék olyanok, hogy tényleg ilyen, mi esne jól, hogyha így emlékeznének ránk, de tényleg az is lehet, hogy semmiről, aztán meg nem tudom, ez egy annyira kiszámíthatatlan dolog. Én valami jó sírkő feliraton gondolkodom még amúgy majd. 2-4 műsorra sajnos nem tudunk úgy hazamenni, hogy ne tegyük fel a nagy kérdést, hogy mi az élet értelme. Erre egy 3-4 szóban, hogyha tudnátok válaszolni fejenként. Pénz, pina, ahogy az öreg cigány mondta, ugye a macskajajban. Te már erre válaszoltál több műsorban, csak lehet, hogy nem emlékszünk mi sem. Szerintem a magán és más alangzók helyes sorrendben való kimondása. Ezt tapsoljuk meg szerintem. Nagyon mély.